megkérdeztem a dal résztvevőit. Mit vállalnak be, ha sikerül bejutniuk a műsor döntőibe? A fogadalmakat be is kell tartani. Méghozzá kameránk előtt. Ha bejutok a döntőbe, akkor a Beside című dalt szeretném nektek furulán eljátszani. Még sosem csináltam ilyet. Megfogadom, hogyha bejutok a döntőbe, akkor a Horse for Nothing-nak csinálok egy flashmobot a Deák Ferenc téren, amire elhívom az összes létező énekes, énekesnő barátomat, barátnőmet, és egy hatalmasat fogunk énekelni közösen. Sziasztok, mi vagyunk a New Level Empire. A tavalyi fogadalmunk az volt a döntőbe jutás esetén, hogy lemossuk az egyik zsűritag autóját rajtunk kívül álló okok miatt. Ez nem történt meg, bár mi a döntőben voltunk. Azonban idén mégiscsak megpróbálnánk. Akinek az autóját pedig lemossuk, az nem más, mint... Csiszár Jenő! Ha bejutunk a döntőben, akkor Cici Lován Fauston fogjuk elénekelni a dalt. Hogyha bejutok a döntőbe, akkor megfogadom nektek, hogy Sümegen az egyik lovagi tornán lóháton fogok harmonikázni. Ha bejutunk a döntőbe, előadjuk a dalunkat a Hősök terén tiroli népviseletben. És a címe Zeit ist hier lesz. Hogyha együtt sikerül eljutnunk a döntőig, akkor megígérem, hogy Mini Egér fogja elénekelni a dalomat az én segítségemmel. Ha bejutunk a döntőbe, akkor úgy fogjuk eljátszani a Kicsi a világ, de nagy világ című számunkat, hogy választunk egy különleges helyet, és olyan hangszeren fogunk rá játszani, amit még azelőtt sose próbáltuk és sose tanultuk. Ha bejutok a dal hazai döntőjében, megfogadom, hogy Rutka Robival, a dalszerzőjével és a vonos fiúval egy budapesti bérház tetején fogunk zenélni.